Az önkormányzat idei költségvetésében meghatározott járdafelújítási program kivitelezésének munkálatait ma kezdte el a Várva Kft. Ezt abból a 70 milliós alapból kezdik meg, amelyet Hegedűs Ágota, Rimóczi Gábor és Kocsó Tamás javaslatára hoztak létre. Elsőként a Mező utca temető melletti járdájának járólapjait szedik fel, és aszfaltburkolatú járdát alakítanak ki. A program része lesz a Damjanich utca, Felház utcai kereszteződése utáni rossz téglaburkolatú járdaszakasz leaszfaltozása is, de megújul a Malom téren a szoborhoz vezető két járda is, valamint a Jászberényi úton a temető melletti járdát is szakaszosan felújítják majd. Első körben ezen a négy helyen végzik el a felújítási munkákat, ezt több mint 15 millió forintból valósítják meg.